Közéleti magazint látják, köszöntöm Önöket. Fogalmazót és bírósági titkárt keresnek a Szekszárdi járásbíróságra. Ezek a munkakörök tökéletesek a már végzett jogászoknak ahhoz, hogy felkészüljenek a szakvizsgájukra. A bíróságon ugyanis valamennyi ügyszakra rálátást nyernek. Bírósági határozatot írt György Anna Mária, ő már túl van a jogi szakvizsgáján, erre volt szüksége ahhoz, hogy bírósági titkárként dolgozhasson. A Szekszárdi járásbíróságon így közel annyit keres, mint egy bíró. Azt mondja, a szakvizsga megszerzésében nagy segítséget jelentett neki, hogy korábban ugyanígy dolgozott fogalmazóként. Sokkal könnyebb volt, mert sokkal inkább beleláttam minden utcakba, büntetőbe, polgárba és a munkahelyekbe, és mert ugye minden utcakban töltünk gyakorlatot, míg hogyha valaki végig a közigazgatásba dolgozik, akkor sokkal nehezebben készül föl szerintem egy büntetőjogi szakvizsgára, tehát a szakvizsgára felkészülés nagyban segítette. Bírósági titkárként azok a jogászok dolgozhatnak, akik az egyetem elvégzését követően legalább 3 évig fogalmazói állást töltöttek be. Bírósági titkárként már önállóan intéz kisebb nehézségű ügyeket, szabálysértéseket, büntetővégzéseket, fizetési meghagyásos eljárásokat, cégügyeket, alapítványi ügyeket, mindenfajta olyan ügyet, ahol szabadság elvonással nem járó súlyos büntetést nem kell kiszabni. Sokan nem tudják, hogy a jogi egyetem elvégzése után milyen pályák közül is választhatnak pontosan a frissen végzett egykori hallgatók. A legtöbbeknek azonnal az ügyvédek jutnak eszükbe, azonban a szakmai palett ennél jóval szélesebb. Nagyobb részük, többségük a közigazgatásban helyezkedik el. A közigazgatásról annyit kell tudni, hogy a közigazgatásban dolgozók egy speciális közigazgatási szakvizsgát tesznek, amely kizárólag az ő szakterületüknek a joganyagát öleli fel, könnyebb, mint az általános jogi szakvizsga. A közigazgatási munkához nem szükséges az, hogy jogi szakvizsgát szerezzen bárki is. A jogi egyetem elvégzését követően azonban nem csak a közigazgatásban lehet elhelyezkedni, de nagyon sok jogász dolgozik ügyészként, közjegyzőként, bíróként és egyéb jogi területeken. Az ügyészek, a bírók és a közjegyzők esetében pedig nem a már korábban említett közigazgatási vizsgát kell teljesíteniük a jogászoknak, hanem az úgynevezett jogi szakvizsgát. Ez egy sokkal összetettebb vizsga, ami a jog minden szakterületét felöleli, és a letételéhez szükség van gyakorlati ismeretekre is. Leginkább és legkönnyebben a bíróságon lehet megszerezni, mivel a bíróságon a jogi egyetem elvégzése után fogalmazói státuszba kerülnek a jogászok. 3 évet töltenek itt el nálunk fogalmazóként, és fogalmazóként az összes jogterületet végigjárják, és gyakorlatot szereznek oly módon, hogy több hónapon keresztül beosztjuk őket különböző bírák, titkárok mellé, ahol megtapasztalják, hogy milyen munkát végeznek, segítenek az ön munkájukban, tervezeteket készítenek, tehát felkészülnek a későbbi bírói hivatásra, és nagyon nagy gyakorlatot szereznek. Ahhoz, hogy valaki bírósági titkár legyen, előbb 3 éven keresztül fogalmazóként kell dolgoznia. Kis Anna Mária most teljesíti ezt a gyakorlatát, és közben készül a szakvizsgájára. Korábban dolgozott a közigazgatásban is. Ő is azt mondja, hogy itt a bíróságon szerzett tapasztalatokkal sokkal könnyebb felkészülni a szakvizsgájára, mint a korábbi munkahelyén. Én az egyetemi éveim során a kötelező gyakorlatomat is a bíróságon töltöttem, legalábbis annak egy részét, illetve az egyetem lehetőséget biztosított arra, hogy tárgyalásokat látogassunk. Így nekem már ott körvonalazódott a gondolat, hogy ha megszerzem a diplomát és lehetőségem lesz rá, akkor a továbbiakban a bíróságon szeretnék dolgozni. A szekszárdi törvényszéken folyamatosan alkalmaznak fogalmazónak és titkárnak készülő jogászokat is. Itt most is várják az ilyen, na és a bírói szakmák iránt érdeklődők jelentkezését. Titkári időszakban már pályázhatnak, amennyiben van rá lehetőség és üresedés, bírói státuszra. Ez a pályázat igényli azt, hogy pontokat gyűjtsenek, nem csak a gyakorlati tapasztalatukat pontozzák, hanem a fogalmazói és titkári időszakban szerzett egyéb ismereteiket, külföldi ösztöndíjakat, tanulmányutakat, publikációkat, nyelvtudást, mindegyikkel pontot lehet gyűjteni. A munka mellett a bíróságokon dolgozó jogászok komoly nemzetközi tapasztalatokra is szert tehetnek, az Országos Bírósági Hivatal ugyanis számtalan kifejezetten titkároknak írt pályázatot hirdet meg minden évben.
Itt a szexuális törvényszéken is sok kolléga vesz részt, illetve vett részt már külföldi ösztöndíjban, tanulmányútban, az Európai Unió számos országában lehet pályázni, hosszabb, rövidebb időre joggyakorlatot szerezni és különböző jogterületeken tevékenykedni. Tehát bár a fogalmazói és a bírósági titkári állások a legalkalmasabbak ahhoz, hogy egy jogász szakvizsgát tegyen és folyamatosan képezze magát, mégsem tolonganak a jelentkezők, mondja a törvényszék szóvivője. Jelenlegi trend szerint a jogi pálya kicsit népszerűtlenné vált, de mindez annak köszönhető, hogy az emberek nagy része nem is biztos, hogy tudja azt, hogy pontosan a jogi egyetemi végzettséggel merre és hol lehet elhelyezkedni, úgyhogy mindenkit arra ösztönzünk, aki pályaválasztás előtt áll, és magyar történelem érdeklődése van, illetve irányultsága van, hogy nyugodtan jelentkezzen jogi egyetemre és végezze el a jogi egyetemet, mert számos lehetősége lesz utána elhelyezkedni. A szexuális törvényszék fogalmazói és titkári állásaira az intézmény honlapján megtalálható nyomtatványok kitöltésével lehet jelentkezni. Egy csak nem megszűnésre ítélt zsáktelepülés a közigazgatásilag Zombához tartozó Szent Gál siránkozás helyett az elmúlt 6-7 évben cselekvő, valóban élni akaró összefogással változtatott a korábbi negatív helyzetképen. Az elszármazottak találkozóján kiderült, az egyesületbe tömörült fiatalok már a megmaradás felé mutató dolgokat vittek véghez a közelmúltban, ami nem csak megállította az elvándorlást, hanem kicsivel már növelte a zsáktelepülés lélekszámát. Van egy mikrotelepülés, ne szépítsük, valamikori puszta, szexárdi Zomba között, amely a rendszerváltozás idejére olyannyira leépült, elnéptelenedett, kihalt, hogy a megszűnés a kihalás esélye nagyobb volt, mint a megmaradásé. A kevés, még nem idős őslakos, valamint az időközben szexárdról, illetve környékéről odatelepült fiatalok cselekvően összefogtak. Megcsinálták a maguk kis miniforradalmát a településen, Szent Gál szőlőhegyért egyesület égisze alatt. Szent Gál jelentjük új fejezetét írja fejlődése történetében. Valóban szépül, épül, fejlődik, és ennek részeként a napokban egy több funkciós zöld övezeti közösségi teret avattak, egybekötve az elszármazottak találkozójával. Több száz ember nosztalgiázott, ünnepelt és elmélkedett a jövőről. Ezt úgy kell elképzelni, hogy itt összeült a falu apraja nagyja, és a faluban lévő házanként végigmentük, és összeírtuk, hogy kilakott ott valamikor. Ugye ebben legnagyobb segítségre az öregek voltak nekünk, és összesen 168 elszármazottat írtunk össze, akiket természetesen családjukkal együtt hívtunk meg, hiszen van, aki már elég idős ahhoz, hogy egyedül nem is tudott volna eljönni, illetve van olyan, aki egyszerűen csak szívesen megmutatta volna, hogy mégis honnan származik. És hát így alakult, hogy így lettünk most már több mint 300-an, ahogy számoljuk a résztvevőket. A 168 emberből igazából 130 itt van, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk, mert úgy indultunk neki, hogy már nagyon örülünk, ha a fele eljön. De ebből látszik, hogy egy mekkora hiányt töltöttünk fel ezzel a programmal, mert olyan lelkesedéssel jöttek vissza az elszármazottak, amit mi magunk se gondoltunk volna. Budapestről, az Alföldről, a Dunántúlról is érkeztek, hogy saját szemükkel győződjenek meg a mai Szent Gálról, no és időközben felízott az életre szóló emlékképek parazsa. Én nekem ez a tér, ez a közösségi tér, gyerekkorom régi kis futballpályáját jelenti. Itt volt egy kis futballpálya rozzant kapukkal, és mi itt rúgtuk a labdát, és nekem mindig az jut eszembe, hogy itt fociztunk, és búcsúkor ott szokott lenni a Szent Mise, ahol én első áldozó is voltam, és még verset is mondtam, ott, ahol a harang áll. Zombán is örülnek a pozitív változásnak, a jövőt jelentő fiatalok betelepülésének. Az egyesület generálta közösség életnek. Eltűnt mára az a bizonyos Demokrasz kard a település fölött. Volt egy időszak, amikor ugye Szent Gálról elköltöztek. Ez köszönhető volt annak is, hogy a Szent Gálon maradtak, passzivitásba vonultak. Ezt nagyon nehezen éltük meg, én már mint polgármester is az első időszakomban nagyon nehezen éltem meg azt, hogy tulajdonképpen nincs aktivitás itt a településen. És hála Istennek egy jó pár évvel a fiatalok úgy gondolták, hogy szerveznek egy magot. Hazaköltözött a valamikori Fülöp Pista bácsinak az unokája, idehozta a családját a nagyszülői házba, és egyre többen jöttek ide. Ezek a fiatalok egy közösséget alapítottak most a 21. század elején itt Szent Gálon,
ami meggyőződésem, hogy a Szentgál felemelkedését, a Szentgál jövőjét fogja jelenteni. Van olyan ide települő, aki egzisztencia teremtő önmegvalósítás nagy lehetősége miatt választotta Szentgált. Olvastunk erről a permakultúráról, ahol minimális beavatkozással növények együttműködnek egymással, mint ahogy itt a szentgáli emberek, és így tiszta élelmiszer tudnánk termelni. Igen, ez most az a következő projekt. A fiatalok ambíciója, a település élni akarása is motiválta ezt a fiatal házaspárt abban, hogy ne költözzenek vissza Szekszárdra. Nem is gondoltuk volna, hogy egy ilyen nagyon jó közösséggel működő kisfaluba sodor minket az élet, ahol egyből utánunk nyúltak a hasonló korú és idősebb emberek, és felkarolva minket berántottak a forgatagba. Vannak pályázatok, ilyen-olyan támogatás, de a saját erő a legnagyobb, az összefogás egyedi példája a tér és a tradicionális kemence megépítésének története. Ez a kemenc, amit most építettünk nagy munkával, ez tényleg használatban van, tehát itt a falu összegyűlik, és két hetente begyújtásra kerül, és a közösség együtt jön össze minden áldott hétvégén. Itt például nem az önkormányzat nyírja a füvet ebbe a faluba, hanem mi nyírjuk a füvet. A focipályán a füvet a gyerekek nyírják, akik fociznak. Tehát itt közösségben működik minden. Ha valamit szeretnénk, akkor összeállunk, és közösségben valósítjuk meg. És épp ezért van ez, hogy ez ennyire szépen tud épülni és szépülni, hiszen szívből jön, alulról jön. A közösségi és a kemence avató ünnepségen a műsort az anyatelepülés Zomba biztosította jelentősebb kulturális csoportjaival, egyesületeivel, egyéb fellépőivel, közreműködőivel. Ez tovább erősítette az elszármazottakban a két település összekapcsolódását, ha úgy tetszik, szimbiózisban való létezését. Engem két meglepetésért. Első az, először az, hogy megkerestek, megtaláltak, és egy ilyen rendezvényre meghívtak. A második meglepetés még kellemesebb lett, az engem ma ér, hogy itt micsoda kulturális, meg civil közélet működik, így van, és mennyi a fiatal, tehát nem csak mi idősebb korosztály, hanem a fiatalok is jelen vannak. És ez nyilvánvaló, hogy biztató. Amikor én innen elkerültem, már félig felnőttként, diplomával a zsebembe, akkor biztos voltam benne, hogy ez a falu ki fog halni, tehát öregek laktak itt, megöregedett emberek, és biztos voltam benne, hogy nincs jövője. Az elszármazottak kellemes csalódásban részesültek. A Szentgálért Közhasznú Egyesület mozgató rugójának tekinthető elnökasszony, aki példát mutatva maga is kitelepült Szekszárdról, ígéretet tett, a mai 106 fős lélekszám nemhogy csökken, gyarapodni fog az elkövetkezendő években. Bemutatta a Fidesz-KDNP a bátaszéki képviselői jelöltjeit és polgármester jelöltjét is. Olyan ismert arcok vannak köztük, mint Zsikó Zoltán, vagy éppen Bognár Jenő, a település korábbi polgármestere. A párt Tölgyesi Márkot, az Agrárminisztérium jelenlegi jogászát jelöli polgármesternek bátaszéken. Az eseményen Horváth István, a Fidesz választókerületi elnöke úgy fogalmazott, érződik a településen, hogy változást szeretne. Helyezkednek a fotózáshoz a Fidesz-KDNP bátaszéki képviselőjelöltjei. Olyan ismert arcok vannak köztük, mint Kovács Klára háziorvos, Szabó Ákos állatorvos, a Város Polgárőr Egyesületének korábbi vezetője Farkas András, vagy éppen Bognár Jenő, a település korábbi polgármestere. Aki 27 évig a város vezette, az nem tud úgy menni a városba, hogy ne lássa, hogy mi történik, vagy mi nem történik, és ez néha nagyon fájó, nagyon bosszantó, és talán ezért döntöttem úgy, hogy elkezdem és belevágok, és segítem ezeket a lelkes, agilis fiatalokat. A Fidesz-KDNP jelöltjei mindannyian Bátaszék fejlesztését tűzték ki célul. Így van ezzel Zsikó Zoltán is, aki szintén a párt képviselőjelöltje. Kulturális ember lévén mindenképpen azt gondolom, hogy a következő években el kell kezdjünk gondolkodni egy megújult 21. századi modern közösségi térben, egy új kultúrházban. Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb fejlesztés az én szempontomból, vagy az én szemszögemből, az mindenképpen adott esetben ez.
de én úgy gondolom, hogy egy 21. századi modern multifunkciós piactér, esetleg egy buszpályaudvar. A jelöltek között helyet kapott a 24 éves pap Dávid is, aki szerint nem csak a fiatalok szeretnének változtatni a város vezetésen. Ez a változás Bátaszéken szerintem ez kortól független. Hát hogyha végigmegyünk az utcán, azt látjuk, hogy rendezett a település, fel van söpörve az utca, a járda, de ez a mai világban, a 21. században ez nem elég. Hát körbenézzünk a környező településeken, hát fényévekkel lehagytak minket. Több beruházás, beruházásról beruházásra minden településen, és Bátaszéken ez nem valósult meg. Korom az ijesztőnek hathat az emberekre, viszont közel 10 éve már Pécsen tanulok, szakközépiskolát is ott végeztem, magas építőtechnikusként végeztem. Jelenleg a régi nevén Pollák Mihály Egyetemen tanulok, Pécsi Tudományi Egyetemen, műszaki és informatika karán építészmérnöknek, és jelenleg is dolgozom édesapámink cégében, a Bátépker Kft-nél. Én inkább egy ilyen műszaki, gazdasági beállítottságú ember vagyok, nem szeretem az üres dumát, és mindent meg szeretnék tenni azért, hogy Bátaszéket végre tényleg vissza tudjuk helyezni a sikeres városok térképére. Beruházásokat szeretnék keresni, pályázatokat szeretnék keresni, elővenni azokat a kapcsolatokat, amiket az elmúlt igaz rövid időszakban, de tartalmas időszakban összehoztam. Az eseményen Horváth István, a választókerület országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, Bátaszéken érződik, hogy az ott élők változtatást szeretnének a település vezetésében. Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta, az elmúlt évi parlamenti választáson a Fidesz-KDNP jelöltjeként több mint 1700 szavazatot kapott Bátaszéken, ami egyben szerinte azt is jelenti, hogy a Fidesz-KDNP-nek több mint 50%-os támogatottsága van itt. Váltó hangulatot érzek Bátaszéken, járva az utcát, egyeztetve a bátaszéki emberekkel. Én úgy érzem, hogy változást szeretnének a polgármester pozícióban, és egy rendületes képviselőtestületet is szeretnének. Erre megvan a lehetőség, hiszen 2019. október 13-án önkormányzati választás van. A párt Tölgyesi Márkot, az Agrárminisztérium jelenlegi jogászát jelöli polgármesternek Bátaszéken. A 38 éves jogász korábban több település aljegyzőjeként is dolgozott. A fiatal politikus azt mondja, fontos számára a közösség építése és szülővárosának felvirágoztatása. Egyik kiemelt célja új munkahelyeket teremteni. Azért indulok a választásokon, mert Bátaszék nekem nem csak egy település a számomra, hanem a szülővárosom, és az otthonom is, amiért úgy gondolom, hogy itt az idő, hogy mindent megtegyünk a megfelelő jövőjéért. A 21. századi településkép szempontjából én úgy gondolom, hogy egy modern művelődési ház egy olyan cél az én esetemben, amit én azt gondolom mindenképpen megérdemel a településünk. Emellett nagyon fontos, hogy a piactér is esetleg elinduljon egy olyan irányba, ami már egy ilyen komplex rendezvényszervezésre is alkalmas lehet. Önkormányzati és polgármester választásokat Magyarországon 2012. január 1-től hatályos új alkotmány értelmében 5 évente tartanak. Idén október 13-án lehet leadni a szavazatokat. Nem lesz többé kellemetlen szag Szekszárdon, a szennyvíz miatt újabb elemmel bővül a város környezetvédelmi programja. Az önkormányzatnál már tervezik az új szennyvíztisztító telep megépítését és a szürke víz kreatív felhasználását. A szennyvíz szolgáltatásért is felelős Erőv ZRT munkatársai a terveket már elkészítették, amik között szerepel a Csörgetónál egy úgynevezett ekopark, horgásztó, végbortpálya és kamionmosó kialakítása is. A szükséges, mint egy 8 milliárd forintos fejlesztésre több pályázat útján szerezné meg a pénzt a város. Ez a terület a Csörgetó környéke újulhat meg egy most elkészített terv szerint, amit a szekszárdi önkormányzatnál készítettek el. A jelenleg horgászok, strandolók által használt vízparton nem csak egy úgynevezett ekopark létesülne horgászcentrummal kutyás strandal, hanem kamionmosót, a régi palánki pszichiátriai épület helyén pedig egy végbortpályát alakítanának ki. A beruházásoknál kulcs szerep jutna annak a mintegy 2,5 millió köbméter úgynevezett szürke, vagyis tisztított szennyvíznek, amit most még a Dunába ereszt a Tolnai megye székhely. Ez nem szennyvíz, ez egy tisztított víz, a szürke víz, és
ha jól megnézzük a paramétereit, akkor tisztább, mint a Sédnek a vize. Tehát mi a terveket elkészítettük külsős szakértőkkel is. A horgásztóra teljesen alkalmas, de természetesen egy horgásztórendszer előtt lenne egy gyökérzónás szűrőrendszer is még pluszba, úgyhogy úgy gondoljuk, öntözésre is alkalmas. Jelenleg, ha nézzük, akkor 2,5 millió köbméter víz elfolyik a Dunába, elhagy bennünket. Amit igazából mi itt termeltünk ki, mert ugye a víztermelő kutyainkkal itt vettük ki a rétegből. És a klímaváltozás következtében ugye egyre többet halljuk azt, hogy melegszik a klíma, és azért 2,5 millió köbméter, vagy ha csak ennek háromnegyed része itt párolog el a településen, vagy a település határába, az biztos, hogy nagyon sokat jelentene. Például fel lehetne használni a városi parkok öntözésére is, a fák öntözésére. Lehet, hogy eljön az a felmelegedés következtében, hogy rendszeresen öntözik el a városi fákat is, parkokat, és arra is nagyon alkalmas. Mintegy 150 hektár mezőgazdasági földterületet vagy a városi parkokat lehetne megöntözni ezzel a vízzel. Ráadásul a település klímája is javulna a párolgásával, véli a szakember. A 70-es években épült szennyvíztisztító telep helyén egy vadonatúj víztisztító üzem épülne, ami garantálná a szennyvíz korszerű felhasználását, továbbá azt, hogy ne terjengjen kellemetlen szag a városban, mondja Ács Rezső, Szekszárd polgármestere. 2015-ben fogalmazódott meg, hogy a szennyvíztelep, ami elég elavult, helyett egy újat kellene kialakítanunk, egy kicsit kijebb vinni a várostól, megszüntetve a szaghatást is, de úgy kellene ezt a megoldást megkeresnünk és megtalálnunk, hogy ne csak és kizárólag a szennyvíz kezelésében gondolkodjunk, hanem egy komplex megoldásban, ami energetikát is tartalmaz, turisztikai megoldásokat is tartalmaz. Úgyhogy a mai napon tulajdonképpen azért is mutattuk be ezt a projektet, mert a szakmai grémiumokon átment, a szakmai szülőkön át tudott menni, és ez egy olyan megoldás jelentene, ami egy teljesen új szennyvíztelepből kiindulva, ami az M6-os autópálya túloldalán kerülne elhelyezésre, teljesen messze a várostól, tehát a szakhatáson már nem kellene számolni. A csörgető rehabilitációját is magába foglalná, de ennél sokkal több lenne, hiszen több összefüggő tónak az összekapcsolását jelenteni, és itt a horgászturizmustól egészen az aktív turizmusig, például a végborpály kialakításáig szeretnénk megvalósítani bizonyos projektelemeket, és ennek köszönhetően újabb turisztika attrakciókkal szeretnénk a szekszárdiaknak és a szekszárd környékének következő időszakban kedvezni. A város önkormányzata a 8 milliárd forintba kerülő fejlesztés sorozathoz több pályázat segítségével szerezne pénzt. A tervek szerint 2021-ben kezdődhetnek el a munkák. Nem egy összefüggő projekt, hanem több részelemből áll, mint külön-külön pályázati forrásból és városi költségvetésből valósulna meg, és ennek az összefűzése hozná létre ezt a Magyarországon, azt gondolom, hogy egyedülálló megoldást, amelynek a lényege, hogy a vizeket tartsuk helyben, hiszen a következő évtizedek egyik fontos és komoly kihívása lesz, hogy a helyben keletkező vizekkel, akár a tisztított szennyvízzel, mert az olyan technológia lesz, hogy gyakorlatilag teljesen élő vízbe azonnal beengedhető szennyvizet tartalmaz, vagy meg tisztított szennyvizet tartalmaz, a vizek helyben tartásával szeretnénk a település klímáját hosszú távon jó szinten tartani. A most bejelentett beruházások egyébként kapcsolódnak a helyi önkormányzatnak. Néhány héttel ezelőtt elindított a szekszári csapvizet népszerűsítő kampányához, aminek részeként a helyiek kancsót vagy kulacsot kaphatnak ingyen, ha vállalják, hogy palackozott víz helyett csapvizet isznak. Arra a programra már több mint 200-an regisztráltak. Ennyi volt a Közéleti Magazin. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!